kis videót. Készítünk egy kis videót. Budapest, Budapest, csodálatos a Budapest. A napfény most igaz, egy kicsit eltűnt, és itt van a vízözön, nézzétek meg, drága budapestiek, szeretett magyar nép, nézzétek meg ott is, hogy ott hogy folyik a víz. Nagyon komoly, onnan magasból is. Ez a Niagara vízesésre hasonlít kissé, de csak hasonlít, ez igaz. És nézzétek körül, csodálatos, hoppá, elázik a telefonom, hoppá. Itt egy étteremben vagyok én most, ez az igazság. És nagyon esik, hú, komoly villám. Szeretem a villámást, oda kell, hogy mondjam nektek, szeretem a villámást, esőzt is. Mert mit mondunk? Eső nélkül nincs élet. Mit mondunk? A kék bolygónk 70%-a vízből áll, ugye? És mit mondunk? Az emberi szervezet 70%-a víz. Tehát imádom. Igen, itt körülbelül rövidesen fél méteres víz lesz az utakon. A csónakok előkészültek, nézzétek meg. Ez tényleg komoly. Ajjaj. Ajjaj. Húha. Ez nem semmi. Mikor volt? Tegnap előtt volt ilyen? Aha. Tegnap előtt, ugye? Jó, mintha ködbe lennénk, úgyhogy a vízesés ilyen bizonyos köt harmóniát ad a látásunknak. Az én autóm nagyon jó, mert ott áll valahol a másik oldalon, úgyhogy ügyes voltam, jó helyen álltam meg. Na, tehát tudnotok kell valamit, ha sütanap, imádjátok, ha esik az eső, azt is szeressétek, ha esik a hó, azt is szeressétek, szeret is imádom. Mondom, még a villámot is, ez lehet, hogy valami, nem tudom mit jelent, ez valamit jelent, de mindjárt is mondtam nektek, megmondtam, hogy kijövök az étteremből, és nézzétek meg, látjátok, mi történik, nézzétek meg, tessék, és mindjárt előjön onnan a csodálatos nap, legyetek áldottak, napsütöttek, még a hatalmas esőzésben is, főleg ha szoláriumoztok, akkor is az azt fogja eredményezni, de az eső az jó, és most nagyon jó levegő van, ugye ilyenkor vannak a füllett levegős idők. Na, tehát az Úr áldása legyen mindannyiótokkal, szeressétek egymást, legfontosabb. Még egy picit szemerkél csak, úgyhogy